Garázdaság miatt vádat emelnek László Petra ellen. Ő volt az az operatőr, aki tavaly szeptemberben forgatás közben menekült gyerekeket rúgott meg a határon. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki, nem csak itthon, de a világ sajtóban is. Az operatőr jóval később bocsánatot kért, és azt mondta, fáradt volt és félt. Szegeden tárgyalja majd a bíróság László Petra ügyét. A világot is körbejárt felvételek ugyanis a röszkei határon készültek tavaly ilyenkor. Az ügyészség három mozdulatot tett a vád tárgyává. Egy menedékkérő fiú, egy kislány megrúgását és egy gyermekét ölében tartó férfi elgáncsolásának kísérletét. Elsősorban videófelvételeket vizsgált az ügyészség. Szakértői véleményt a leghírhedtebb képsor elemzésére kértek, hogy valóban az operatőr buktatta-e fel a szír férfit a gyerekkel. Az ügyészség szerint nem László Petra mozdulata miatt estek el mindketten. Azt sem látta bizonyíthatónak a vádhatóság, hogy az operatőrt befolyásolta a tény, hogy a sértettek menedékkérők voltak. A nyomozás során ezek vizsgálata is megtörtént, azonban a bizonyítékok alapján nem nyert megállapítást az, hogy ilyen motívum szerepelt volna, ez a szándék vezette volna a vádlottat. A Helsinki Bizottság már a történtek után felvetette a gyűlöletbűncselekmény gyanúját. A szervezet társelnöke szerint ugyanis nehéz egy utánrúgást félelemmel magyarázni. Még mindig nagyon gyakran látjuk, hogy olyan cselekményeket, amelyeknél felmerül a gyűlölet motívum, tehát az, hogy az erőszakot az érintettnek, a sértetnek a hovatartozása motiválta, a hatóságok inkább a könnyebb ellenállás irányába mennek el, és garázdaságnak minősítik. Az eset után óriási volt a felháborodás. Egy közösségi oldalon szégyenfalat is létrehoztak a nevével, és a szitkok mellé halálos fenyegetést is kapott. A televízió, amelynek megbízásából a határon dolgozott, még aznap megvált tőle. A főszerkesztő ma sem hívná visszadolgozni. Kívülállóként kell tudnia tudósítani és részt venni azokon az eseményeken, és hogyha valaki túllép egy bizonyos határt és részesévé válik egy folyamatnak, akkor az onnantól kezdve az nem helyes magatartás. László Petra jóval később bocsánatot kért az érintettektől. Kimerültséggel és félelemmel magyarázta tettét. Ezt a szír férfi már nem hallhatta meg, ugyanis Spanyolországba került, ahol rögtön futballedzői állást kínáltak neki.